Így néz ki ma Ramacsaházán a régi futballpálya helyére megálmodott savanyító üzem, amely egy gazdaságélénkítő program keretén belül másfél év alatt épült fel mintegy 180 millió forintból. A több mint 220 millió forint teljes támogatási összegből a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében Ramacsaházán jelenleg 45-en dolgoznak, ami a sikeres elhelyezkedéseknek köszönhetően ma jóval kisebb szám, mint a korábbi. Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár beszédében elmondta, a támogatásra benyújtott pályázatok alapján Ramacsaházán nem csak a tartósan munkanélküliek száma bizonyult magasnak, de a közfoglalkoztatás értékteremtő munkája is kiemelkedő volt. Nagyon sok gazdasági, közlekedési, mobilitási, munkaerőpiaci adatot vizsgáltunk meg közösen a Központi Statisztikai Hivatal, nagyon-nagyon komoly nagy segítségünkre volt ebben a munkában, és nyilvánvalóan azt néztük meg, hogy hol vannak olyan elgondolások és olyan közfoglalkoztatás alapjain megalakult beruházások, amelyeknek a továbbfejlesztésével helyi nyíltpiaci foglalkoztatást tudunk. Így esett bele Ramacsaház az első körben. Réti Pál hozzátette, azok, akik az üzemben fognak dolgozni, már nem közfoglalkoztatottak lesznek, hanem nyílt piaci munkatörvénykönyv szerinti munkavállalók. Ragányi Róbert polgármester elmondta, a projekten már 2 éve dolgoznak. A hosszú távú terv, hogy egy új márkát hozzanak létre. A gyümölcslevekkel kezdték, de ma már azt tűzték ki célul, hogy a nyírségi termék márkanév alatt egyesítsék a helyi és környékbeli termelőket és segítsék a termékek piacra jutását. Ez új megélhetési lehetőségeket jelenthet a helyi termelők számára. A kisáru termelő gyakorlatilag teljes egészében a kisbolti árat kapja meg. Nem nagykeráron adja el a termékeit, sokkal jövedelmezőbb lesz, vidéken megéri majd itt maradnia, és ahogy ezelőtt 20 évvel a falu határa tele volt termelő emberekkel, és zöldségféléket termeltek, talán újra perspektíva lesz számukra, hogy újra műveljék földjeiket zöldségfélékkel is, mert el lehet adni, és megfelelő áron, nem több kézen keresztül jut majd el a boltok polcaira. Az átadó ünnepségen Baracsi Endre a rövidellátási láncok fontosságára, Sesták Miklós pedig a szabolcsi emberekben és gazdaságban rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Román István kormány megbízott arról beszélt, hogy a kormány továbbra is azon az állásponton van, hogy egyedül a munka az, ami felemeli és megtartja a lakosságot. Az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Berek megyében a foglalkoztatás nagyon nagy mértékben tudott javulni. Ehhez kellettek állami támogatások is, de kellett egy olyan gazdasági környezet, ami lehetővé tette azt, hogy azok a vállalkozások, akik már itt vannak a megyében, azok több munkaerőt foglalkoztassanak, több terméket állítsanak elő, modernizálják a termelésüket. Ez így együtt mind azzal jár, hogy a megyének az általános gazdasági helyzet és ebből kifolyólag az élethelyzet és van még mit tenni. Nyilvánvalóan ezt el kell, hogy mondjuk, de sikerült elmozdulnunk az elmúlt években egy ilyen nagyon mély holtpontról, és bízunk benne, hogy ezt tovább sikerül erősítenünk. A nyírségi savanyító üzemben szerződés szerint 3 munkavállalót fognak alkalmazni 3 évig, de ideiglenesen ennél jóval több munkavállalót foglalkoztatnak majd, mivel szezonális termékeket dolgoznak fel, és ezeket a jövőben értékesíteni is kell.